Köszöntöm a Költség Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Döntetlennel zárult a Kisvárdaszpari megyei rangadó. Ismét edzésbe állt az olimpikon gyalogló Herebrandt Máté. Második lett a selejtező tornán a magyar amatőr futballválogatott. Kikaptak az óbudai kaszásoktól a kék cápák. Kihelyezett elnökségülést tartott Nyíregyházán az MKS. Közel 50 gyerek forgatja a tört és a párbajtört az NV1-színél. Döntetlennel zárult a labdarúgó NV2 megyei rangadója. A Kisvárda Mastergold 0-0-ás félidő után 1-1-et játszott a Nyíregyháza Spartakusszal. Én azt gondolom, hogy nem kell elkeserednünk, ha bár most nem esik jól, ez az 1-1. Valóban az egyenlítés után örülhetünk az X-nek, és azután, hogy megszerezték a vezetést, mert nagyon nehéz volt oda jutni a kapuhoz, nagyon hosszú labdákkal kellett kísérleteznünk, és ez nem ízlett nekünk. És hát ugye nem is olyan játékosok voltak fönt a pályán, akik a légpárbajokat meg tudják nyerni. Viszont akik a pályára léptek, sajnos most sem voltam velük maradéktalanul elégedett mindenkivel. Ugyanazok a játékosok játszanak hétről hétre, elfogadhatót, sőt többet is attól, és ez kevés. Ahhoz, hogy mi mérkőzést nyerjünk, ahhoz a középpályán, illetve a támadósorban is több kell. A védelmünk sajnos a legjobb, ezt kimerem jelenteni. Ez meg is mutatkozik a bajnokság során, viszont ez nagyon kevés, és hát a tavalyi játékosok kiesésével most már egyértelműen mondhatjuk, hogy ezt a csapatrészt nem sikerült megerősíteni. Ugyan igazoltunk játékosokat, de azt mondtam az orvosi szobának. Azok a játékosok, akik jöttek és ezt az űrt kellene betölteni, ők, mint a Grumics, sajnos a Délce kiesett, ugye még a Lengyel Béla is, azok mindig van valami problémája, különbözők miatt nem játszanak, és akik ott vannak, akik a keretben vannak, azok szerepelnek, nem tudják megoldani. Bátran elmondhatjuk. Ennek ellenére ugyanezt gondolom megvan ez a probléma a másik oldalt is, mert szeretnénk mindig többek lenni, a mai meccsen nem sikerült. Nagyon jó küzdelmes mérkőzést játszottunk, mindkét csapatnak voltak lehetőségei, volt itt kapufa, volt itt kapusba fejelés. Én úgy érzem, a semleges nézők egyébként jól szórakoztak, mindent megtettek egyébként a játékosok. Sajnos a pálya talaja, illetve a játékosok képessége nem tette lehetővé azt, amit mindenki szeretne látni, hogy lemegy a labda a földre, szebb-nészebb akciók, pedig erre készültünk, de most ez nem valósult meg. Bizony, ebben a szezonban már azt gondolom, hazai pályán nem is fogunk ilyen mérkőzést játszani, látva a mostani talajviszonyokat. Viszont az idegenbeli mérkőzéseken még megvan a szanszunk, és hát azon is leszünk, hogy szépítsünk az idegenbeli mutatónkon is, és a következő dolog ellen mérkőzésre újra úgy fogunk felkészülni, hogy idegenben a 3 pontért kell utaznunk. Hétközben azt mondtad, hogy a bemutatkozó meccsre nem is gondol a szereségre, 1 pontot szereztetek, úgyhogy volt 2 kapufátok is, összességében így elégedett vagy ezzel az eredménnyel? Így a mérkőzés után most már látva a körülményeket, azt gondolom, hogy Jól van ez így, nyilvánvaló, hogy az 1-0-ás vezetésünk után egy picit higgadtabbak tudunk maradni 5 percnél tovább, és nem rögtön egyenlít az elfél, meg lehetett volna a győzelem is. Tehát az nagyon-nagyon nagy pozitívum, hogy azért mind erővel, mind tényleg fegyelmezettsége, küzdeni tudással nem volt gond, sőt megfeleltünk ennek a talaj támasztott a követelményeknek. Magyarul busztoltunk, ami nem hiszem, hogy majd a mi stílusunk lesz, de amelyik csapat így tud busztolni, az majd jó pályán tudja a játékát is majd hozni. Úgyhogy tulajdonképpen nem nőtt a pontszám, ez most nagyon fontos volt, hogy a Kisvárda nem tudott ellépni tőlünk 7 ponttal, maradt a 4. Most, hogyha a futballt nézzük, ők talán idegenbe mennek, mi otthon, ez akár a jövő hétre csökkenhet egy vagy még 1-2 ponttal, úgyhogy hoztuk a teret. Győzni szerettünk volna, de az összességében és a meccsképét nézve reális eredmény született. Mikor elvállaltad a nyíregyházi vezetőedzői posztot, azt mondtad, ismered a csapatot, és benne van a feljutás, most már túl vagytok néhány edzésen, egy meccsen is, amit te irányítottál, mennyire töretlen az optimizmus? Az mindig is töretlen lesz, úgy gondolom, ahhoz nagyon nagy tragédiának kéne történni, mert látom most már tényleg néhány edzés alapján, hogy milyen ritmusban, milyen technikai képzettséggel tud dolgozni a csapat, és a tempót pedig folyamatosan fogom adagolni, növelni, úgyhogy
én már most még optimistább vagyok, mert látom azt, hogy nem csak kincstári optimizmus volt, hanem valóban. Most azt kell figyelni, hogy egy tartós jó szereplés legyen a hátralévő fordulókba. A játék minősége is javuljon ott, ahol a pálya lehetővé teszi, és nyilván figyelnem kell azért, hogy a lehetséges igazolások azok milyen posztra, mert ezt nagyon el kellene találni, ha van rá mód, hogy még képzettebb, jobb csapatot tudjunk télen összehozni. Az olimpia utáni pihenőt követően ismét tréningezik Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló már korábban teljesítette a jövő évi londoni világbajnokság kiküldetési szintjeit, így nyugodtan készülhet a következő szezonra. Nagyon jól esett az a 3 hét pihenő, amit kaptam Józsibától. Egy évig szinte folyamatosan edzettünk, illetve edzőtáborokba jártunk. Az olimpia előtti időszakban még a hétvégente is edzettünk, és ez fizikailag és kicsit mentálisan is nagyon megterhelő volt, és azért is esett jól az a 3 hét pihenő. Abban az időszakban semmit nem edzettem. Igazából tényleg próbáltam magam kipihenni a családommal, illetve a párommal, és kicsit mentálisan is felkészülni és feltöltődni, hogy 100%-os állapotba kezdjem meg az őszi és téli alapozást. Hál' Istennek sok meghívást kaptam iskolákba is, szponzorokhoz is, aminek nagyon örültem, mert tényleg mindig egy kis pluszt adott ehhez a kis pihenőzés feltöltődéshez. Milyen volt elkezdeni a munkát, hogyan épül fel az első hetek, hónapok programja? Ez igazából nagyon unalmas időszak, nagyon sokat kell edzni, nagyon monoton. Igazából most alapozzuk meg a jövő évre az erőállapotot. Ez az ősz és tél alapozás, amikor a legtöbbet edzünk, a legtöbb hosszú edzés most van. Ilyenkor tényleg ilyen 20 és 30 közötti távokat szoktunk megtenni. És még csak ha a harmadik hete edzünk, de már így is a heti kilométer számára elér a 150 kilométert, és ez még csak több lesz. Viszont mi nem tudjuk, hogyha a 20 vagy az 50 kilométert választjuk, ez majd a felkészülés során fog majd eldőlni, ami azért is fontos, mert teljesen más edzésmunkát igényel. Mekkora megnyugvás jelent az, hogy a jövő évi londoni világbajnokságra mindkét távon megvan már a szinted? Nagyon nyugtató érzés, hiszen tényleg már csak arra kell koncentrálni, hogy milyen felkészültségbe érkezzek arra a versenyre, és nem kell azon aggódnom, hogy még most nincs meg a szint, és majd melyik versenyen lehet majd teljesíteni ezeket a kiküldetési szinteket. Szóval tényleg úgy vágunk neki ennek a felkészülésnek is, és a jövő évi szezonnak, hogy a fő verseny tényleg a londoni világbajnokság lesz, és hogy ott a lehető legtöbbet, a legjobbat nyújtsam, nem pedig azon kell aggódnom, hogy majd előtte, nem tudom, mix hónap előtte legyek csúcsformában, ahol majd a szintet tudjam teljesíteni. Igazából már, hál' Istennek, így 28 évesen elértünk Józsival arra a szintre, hogy nem kell ezen aggódni, hogy kijussunk egy-két versenyre, nem már tényleg ott egy nagyon jó helyzést tudjunk elérni. A hosszú távú tervek között gondolom azért már ott van a tokiói olimpia. Mikor állítjátok össze azt a felkészülési programot, amelynek az lesz a cél keresztjében? Ez egy nagyon hosszú 4 éves ciklus. Itt igazából még csak most ért végig a Rio olimpia, szóval a tokiói olimpiáról még nem sokat tudunk mondani. Még igazából szóba se jött, csak annyi, hogy a tokiói olimpia lesz a hosszú távú cél, odáig még biztosan fogjuk csinálni, és 100%-osan bele fogunk tenni mindent Józsibával, de hát addig még nagyon sok verseny lesz, hazai és nemzetközi versenyek, például jövőre a világbajnokság, és addig tényleg még Európa-bajnokságoktól kezdve mindenféle nemzetközi verseny lesz, és hát addig még ezekkel a versenyekkel szeretnénk tényleg az élmezőnybe bekerülni. Első számú hazai gyaloglóként milyen szövetségi támogatása számít, hiszen az edzőtáborok, a versenyek, ne adj Isten, minőségi edzőpartnerek sokat segíthetnek abban, hogy még jobb eredményeket írja. Így van, ha Istennek évről évre jobb a helyzet, ehhez az is kellett, hogy jó eredményeket érjek el hazai, illetve nemzetközi versenyeken. Szerencsére a szövetség is itthon Nyíregyházan és fenn Budapesten is nagyon jól, nagyon
itt Nyíregyházan is, és fenn Budapesten is nagyon örültek az egyéni csúcsomnak, amit az olimpián értem el, és ennek fényében adják a támogatásukat, aminek nagyon örülök, illetve a szponzorok is keresnek folyamatosan, és ennek is nagyon örülök, hiszen nagyon fontos az anyagi és az ilyen mentális támogatásuk. Második lett selejtező csoportjában, így nem jutott ki a franciaországi Európa-bajnokságra a magyar amatőr labdarúgó válogatott. Gerlicki Máté együttese két győzelemmel és egy vereséggel zárta a tornát. Úgy kezdtük a tornát, ahogy nem kellett volna, de ha mindent egybevetünk és megnézzük azt, hogy sikerült felkészülni el a tornára, illetve hogy nem sikerült felkészülni, akkor az teljesen jogos volt az a vereség. Hogyha fordítva lett volna a sorsolásunk, és az első két meccs az Azerbajdzsán és a Finnország ellen lett volna, a harmadik egy kiki meccs lehetett volna a horvátok ellen, akkor én úgy gondolom, hogy maximális esélyünk lett volna a továbbjutásra is. Hát így sajnos az első meccsel már elment, annak az esélye, hogy kijussunk az EB-re. A másik két meccsen nagyon szépen fejlődött a csapat, és a harmadik mérkőzésre a finnek ellen már azt láttuk, amit szerettünk volna az első perctől kezdve. Hogyan éltétek meg ezt az egy hetet, hiszen bár amatőr futballistákról van szó, mégis Magyarországot képviseltétek? Ez fantasztikus volt, ez csodálatos volt. Elég azt elmondani, hogy itt ugye nem lehet himnuszokat lejátszani, mert nem hivatalos válogatottokról van szó, és címeresmez nem lehet a srácokon, de minden mérkőzés előtt együtt elénekeltük bent az öltözőben a himnuszt. Hát azokat az arcokat és szemeket látni kellett volna, úgyhogy mindenki nagyon maximálisan átérezte, hogy itt most Magyarországot képviseli. Mennyire voltak a srácok csalódottak amiatt, hogy nem lehetnek ott a kontinens tornán? Csalódottak voltak, ez egyértelmű, mindenki csalódott volt, de már az első vereség után megbeszéltük, hogy itt a láthatlanban, ugye akkor még nem láttuk a két másik ellenfelet, hogy itt két győzelemmel szeretnénk búcsúzni, ezt megcsináltuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a maximumot kihoztuk a tornából. Ha minden igaz, ennek a válogatottnak, vagy ebben a formában neked is az utolsó meccsed a finnek ellen volt a kispadon. Ezek szerint ez a kaland részezül is befejeződött. Ez egyértelmű, hogy befejeződött. Nagyon sok összetevője van, hogy miért. Hát egyrészt ugye én most már Borsod megyében dolgozom, egyel magasabb osztályban. Ezek a játékosok, vagy ezt a válogatottat megyei első osztályú játékosokból lehet összeválogatni, úgyhogy minden arra mutat, sőt a családom is nagyon sokat nélkülözött az utóbbi két évben, főleg akkor, amikor szünetek voltak a bajnokságokban, úgyhogy ez mind arra utalt, hogy akkor ez most így véget ér, de én köszönöm azoknak, akik bíztak bennünk, bíztak bennem, és ez egy csodálatos két év volt. Említetted, hogy most ugye Borsod megyében Tiszaújvárosban dolgozott, de hát azért gondolom messze nem zárta be magad mögött annak a lehetőségét, hogy visszatérsz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Nem, hát én nyíregyházi vagyok, Szabolcs megyei vagyok, úgyhogy nekem ez az otthonom, én mindig is ide fogok tartozni, úgyhogy hát ha jön egy olyan megkeresés, ami motivál, akkor az egyáltalán nincs kizárva, hogy vissza fogok térni. Vereséget szenvedett az óbudai kaszások otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB 1B 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kékszápák 86-69-re kaptak ki a fővárosban. Nem könnyű nyerni egy ilyen csapat ellen természetesen, mint amilyen a kaszások, azért ők is szépen felkészülnek, kicsit más körülmények fogadnak, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Kisebb a terem, egy teljesen szűk terem az, ahol ők játszanak, az oldalban, amellett rögtön ott van a fal, és teljesen másképp érezhető térhatások alakulnak ki. Viszont azért nem nyertünk, mert nem voltunk megfelelően bátrak, nem tudtuk azt a védekezést nyújtani, amit mi szoktunk, és ezért csak felállt védelem ellen nehéz támadásaink voltak, amikből nem sikerült sajnos annyi pontot szereznünk, amennyit nekünk kellett volna. Mennyire vett vissza egy ilyen vereség egy alakulóban lévő csapatot? Ráadásul ugye ezek után, az eredmények után a riválisok közül többen is gondolhatják úgy, hogy van keresnivalójuk a Nyíregyháza ellen. Ez így van, és nagyon visszaveti a csapatot. Természetesen dolgozunk, úgy gondoljuk, hogy szépen kapaszkodunk fel a hegy csúcsa felé, aztán egyszer csak történik egy ilyen, és visszacsúszunk. És újra föl kell frissíteni a csapatot, újra hitet kell adni a csapatnak, újra át kell gondolni bizonyos dolgokat, de
szerencsés az azért, hogy jönnek a következő mérkőzések, és remélem, hogy ezeken tudunk javítani, és tudunk majd tovább lépni. Terveztek-e a elmaradt vagy a kimaradó bajnoki helyére edzőmeccset a hétvégén? Igen, mindenképpen szeretnék. Erre utaltam az előző mondatban is, hogy lesznek mérkőzések. Szombaton Debrecenbe mennénk át, és a Debrecennel játszanánk egy edzőmérkőzést. Ugye ennek a mérkőzésnek nem az a legfontosabb része, hogy győzzünk, az a legfontosabb része, hogy mindenki tudjon pályára kerülni, olyanok is, akik esetleg a bajnokságban kevesebb játék lehetőséget kapnak, hátha tudnak bizonyítani, és hátha tudunk olyan dolgokat is gyakorolni, amik eddig nem sikerültek a taktikai elemek közül. Győzni utazhatok az Óbudai Kaszásokhoz, végül egy 17 pontos vereség lett a véget bent a pályán. Hogyan érezte, mi miatt alakult így az eredmény? Én úgy érzem, hogy az elején jól kezdtünk, utána váltottak egy 1-3-1-es zónára, és az ellen nem tudtunk mit kezdeni. Kintről nem dobtunk úgy, ahogy szoktunk, és bent palánk alatt pedig nem voltunk olyan aktívak, szerintem. Neked kifejezetten jól ment a játék, 21 pontot dobtál. Hogy érezted magad a pályán? Ez a 21 pont, hát magamtól ezt várnám el igazából minden mérkőzésen. Most jól éreztem magam, itt is voltak hiányosságaim védekezésben, de örülök, hogy már elindultam egy ilyen úton. A csapatból talán te ismered a legjobban az NB1-vé keleti csoportjának mezőnyit, hiszen Tiszaújvárosból jöttél vissza, többiek pedig vagy még nem játszottak felnőtt szinten, vagy az A csoportban. Hogy látod, mennyire erős ez a bajnokság? Az eddig eredmények alapján úgy tűnik, hogy eléggé kiegyenlített. Igen, már hasonló erőségűek a csapatok ebbe a másodosztályba. Két éve is nagyon erős volt már, amikor én Tiszaújba játszottam. Most még erősebb lett, mert nagyon sok A csoportos ment visszajátszani a másodosztályba. Hát kiegyenlítettek a csapatok nagyon. Mennyire alakul a Nyíregyházi együttes, hiszen gyakorlatilag egy új csapat épül még mindig? Még a mérkőzéseken is lehet érezni nagyon, hogy nem vagyunk összeszokva. Próbálunk úgy edzeni, hogy támogatjuk egymást, és próbálunk összeszokni úgy edzeni. Kihelyezett elnökségülést tartott Nyíregyházán a Magyar Kézilabda Szövetség. A tanácskozáson szó esett a sportágfejlesztési program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vonatkozásairól is. Nagyon sok fronton kezdett el dolgozni a Kézilabda Szövetség, ez elindul az utánpótlástól, akár az iskolai testnevelésen keresztül. Tényleg nagyon sok olyan dolgot kezdeményez a csarnok felújításokon, illetve új munkacsarnoki képviselő. De ez is itt sorolhatnám még szerencsére sokáig azokat a programokat, fejlesztéseket, amiket tervezünk. És hát nyilvánvalóan nem elfelejtve az élsportot is, ugye, ami a legvége ennek az egész folyamatnak, és ami azt eredményezheti majd, hogyha ezek az elképzeléseknek megfelelően a programok megvalósulnak, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy akár egy vagy talán szerencsés esetben mind a két csapatunkkal kijuthassunk a következő olimpiára. Nyíregyházán tartott a kihelyezett ülését a Magyar Kézilabda Szövetség, és szóba kerültek-e megyét érintő kérdések a tanácskozáson? Így van, nagy megtiszteltetés volt ez egyébként, hogy itt Nyíregyházán egy kihelyezett elnökségülésen sem vehettünk részt mi is, mint Megyei Kézilabda Szövetség, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a beszámolónkat itt megtartsuk, és valóban a szövetség azt a beszámolót, amely azt hiszem, hogy igen komoly munkát hordoz magában, azt nagy örömmel vette, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik olyan megye, amelyre lényegében példaként tekintenek a Magyar Kézilabda Szövetségnél is, olyan programokat valósítunk meg, illetve olyan, nyugodtan mondhatom, hogy novumaink vannak, kiemelném itt majd például a Jump programot, ami a játékvesztők képzését célozza meg, illetve a fiatal játékvesztőnek a mentorálását, amelyek azt hiszem, hogy az országban egyedülállóak. És azért megemlíthetünk még itt olyan rendezvényeket, mint például a korábban megrendezett Junior Kupa, vagy a Szabolcs Kupa, ami utánpótlás torna, amely azt hiszem, hogy szintén egyedülálló. És emellett természetesen a megyei bajnokságnak a lebonyolítása az, amely a megyei szervezetnek a feladata, és ebbe igyekszünk valóban olyan szintet megugrani minden évben, amellyel tudjuk egyrészt a színvonalat is erősíteni, másrészt pedig a játékosoknak
illetve a leendő játékosoknak a kedvét meghozni a kézilabda sportákhoz, tehát szeretném mindenképpen létszámot is emelni. Ehhez természetesen az kell, hogy egyrészt a munka mellett olyan szponzorokat is be tudjunk hozni a rendszerbe, akik támogatással tudják segíteni a megyei kézilabda sportot, és nagy örömmel mondhatom azt is, hogy ebbe is sikerült előre lépnünk, hiszen most már mind a női, mind pedig a férfi bajnokságnak külön névadó szponzora van. A Kisvárda női csapata révén a megye visszakerült az NB1-es térképre is. Ugye most van egy válogatott férfi Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. Ezek a tények erősítik a megye pozícióját a magyar kézilabdában. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen erősítik, és azt hiszem, hogy elég körbenézni a csarnokban, már láthatjuk, hogy telt házban, tehát azt hiszem, hogy az érdeklődés is olyan szinten van a megyében a kézilabda iránt, amely mindenképpen azt kell, hogy eredményezze, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye olyan helyet foglaljon el a kézilabda sportágnak a térképén, amely egy kiemelt hely. Közel 50 gyerek készül rendszeresen az NVSC tör és párbajtő szakosztályánál. A Riói olimpián elért sikerek hatására megnőtt a sportág iránt érdeklődő gyerekek száma, így Makai Tamás szakosztályvezető szerint már szűknek bizonyul számukra a Tiszavasvári úti terem. Előre! A vívás még most is a legeredményesebb sportág, a legeredményesebb olimpiai sportág. Mi ezt úgy 17 éve csináljuk most már itt Nyíregyházán, és ez most tapasztalható volt, általában mindig olimpia után van az, hogy többen jönnek. Igazából olimpia előtt is nyáron jelentkeztek már rengetegen, csak nem tudtuk elindítani, mert úgy voltunk vele, hogy majd szeptembertől iskola kezdésnél fogjuk elindítani az újabb csoportokat. Hány gyerek és milyen korosztályban készül itt az NVSC Tiszavasvári úti sporttelepén? Most rengeteg kisgyerek jött, tehát óvodás korosztályok is vannak, 5 évestől 16 évesig, de a legtöbb az 5 és 8 éves közötti gyerek, ami nagy szerencse, mert igazából a törvívás ugye az a vívásnak a legfinomabb és egyik legbonyolultabb ága, és ez nagyon jó, hogy minél korábban kezdik el. Az, hogy most mennyien vagyunk, rengetegen vagyunk, aztán majd a felvételőből is látható, tulajdonképpen már úgy vagyunk, hogy nem tudunk edzeni sem. Azt hiszem a pontos létszámunk most 48 fő. Mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy a gyerekek elkezdjék élvezni a vívást, hiszen ezt a sportágat is az alapoktól kell kezdeni tanulni? A vívás az egy hosszú beérésű sportág. Tehát itt sokszor kérdezik a szülők, hogy ugyan mondjam már meg, hogy alkalmas-e a gyerek, meg jó, vagy egyáltalán mikor lesz belőle. És ugye ez mindig egy ilyen kardinális kérdés, és el szoktam mondani azt, hogy itt türelemmel kell lenni, mert a vívás az egy hosszú beérésű. Tehát itt van, aki már mondjuk 6 éve jár hogy vívni, versenyekre is jár, de mondjuk nem tudja összerakni. Ugyanis azt szokták mondani, hogy a vívás ugye atlétikus, mint testileg, és a sakk a fejben. Ugye mert többszörösen előre kell gondolkozni, hogy én mit csinálok, az ellenfél mit fog csinálni, és arra még mi a reakcióm. Tehát ezzel nehezebben birkóznak meg, mondjuk ezért nehéz a tör része, mert ezek, és ott még szabályok vannak, tehát szabályokat kell követni. Milyen a versenyrendszer, milyen versenyek válnak rátok a következő időszakban? Na most a versenyrendszert vagy 2 éve szerencsére megint csak azt tudom mondani, úgy megváltoztatták, hogy a legkisebbeknek is lesz lehetőségük, ugyanis bevezették az olyat, hogy csibe, bambi, vagy csibe törpici és bambi korosztály. Na most ez már arra jó, hogy ez a gyerek korosztály előtt van, és ugye most már nem az van, hogy mondjuk egy 5-6 éves gyerek elkezd vívni, és akkor egy 7-8 éves, 9 éves gyerekkel kell neki ugye megküzdeni, ami testileg is, fizikailag is teljesen más, hanem a saját korosztályukba is egy versenyrendszer elindult, amiben hát azért a vívást el tudják kezdeni. Minden igazán válogatott versenyző is a szakosztálynak. Igen, ő már 16 éves, és a Madura Máté, ő tagja a korosztályos válogatott keretének, nekik rendszeresen van hetente, két hetente fent Budapesten keretedzés, amire szokott járni, és van nekik időnként, hát most időben szabban nem tudom, hogy egy hónapban hányszor van, edzőtáboruk is van, tehát keretedzőtábor, amire ugyancsak részt kell venni. Na most a legkisebbeknek, akik most vannak, úgy gondolkozunk, hogy jövőre eljutunk oda az ilyen, amit elmondtam, az ilyen csibe, törpici, bambi korosztályba, hogy elkezdhetik majd a versenyzést. Persze házi verseny meg ilyesmit fogunk kezdeni, de ez még nagyon az alapok. Tehát el kell indulni, ugye, hogy szokjuk a versenyt, szokják, azért stressz van, minden van, úgyhogy hosszú idő. Ezért mondtam, hogy hosszú beérésű sportág. A felvételeken is látszik, hogy meglehetősen mozgalmas itt az élet az NVSC Tiszavasvári úti vívótermében. Ennyi gyerekkel hogy tudtok itt dolgozni? Hát nagyon nehezen tudjuk ezt megoldani. A felvételeken is látható, hogy két részletre kell osztanunk a társaságot, hiszen olyan kevés hely áll a rendelkezésünkre, és ez egy balesetveszélyes sport, hiszen fegyverekkel bánnak a gyerekek, így kénytelenek vagyunk leültetni a társaság egyik felét.
mekkora türelmet igényel az, hogy kezdőket kell fegyelemre nevelni, és ahogy említetted, fegyelemre nevelni fegyverrel a kezükben. Sem ekkora türelem nem kell hozzá, úgy gondolom már úgy, hogy több, mint egy akármilyen másik kezdő csapat oktatásában. Itt mi a kicsiket megtanítjuk a fegyelemre is. Az első perctől kezdve ők tisztában vannak azzal, hogy fegyver, akár műanyag, akár bot, ugye vannak ilyen segédeszközeink, mint hogy valódi fegyver, ők kicsi, picik kezdőkoruk óta tisztában vannak vele, hogy ez nagyon balesetveszélyes, és nem is volt még erre példa, hogy egymást megsebesítették volna. Mi tartja a gyerekeket a párbajtő és a tőrhívás mellett? Mikor jönnek az első sikerélmények? Mindenkinél változó. Először túl kell esni ezen az unalmas lábmunkás részén, amikor tényleg csak gyakorlunk, és utána egy-két év múlva elkezdődik a versenyzés, amikor jönnek ugye az első kudarcok, hiszen senki sem olimpiai bajnokként született. Aztán pedig egyszer, kinek több, kinek kevesebb idő elteltével egyszer csak bevillan, hogy jaj, ezt kellene csinálni, és akkor utána minden megy, mint a karikacsapás jó esetben. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!